szeretettel üdvözöllek, egy nevet hagyd kérjek! Szervusz, Szeglédi Zoltán vagyok. Te honnan hallottál a Tilos Maratonról? Hát honnan? Tilos Rádió, internet, stb. Persze. Mit szólsz ez a kezdeményezéshez, hogy pénzt gyűjtünk a Tilos Rádiónak? Nagyon jó, és pont időszerű. És nem tudom, látjátok, a libabőrös vagyok, hogy erről beszélek. Nagyon fasza. Viszont mondom, én ezt a pólót sajnálom, hogy nem tudom megvásárolni. Pedig tennék értes, vásárolnám meg. Tehát akkor hallottál már addig tévéről így amúgy? Soha ezelőtt. Viszont nagyon jó dolognak tartom, hogy a rádió céljot megszűnts, azóta egy hiánypótló dolog. Ott volt a 8 kerep, és gyönyörű zenéket játszottak. Nem értem, hogy az miért ment tönkre, vagy mi lett annak a vége. Sennyi. Akkor innen téged is fogadhatunk nézőink körei közé? Hát abszolút. Persze. Hát ne hülyéskedjetek. Hogy? Köszönöm szépen. Én a Tilos Rádió Szőnyeg alól című műsorának vagyok a házigazdája és az egyik műsorvezetője, és a Roma Napnak az egyik házigazdája. Nagyon nagy szeretettel jöttünk el ide a Dik TV-vel, mert láttuk a színes programokat. Elmondanád így röviden nekünk a mai napi programokat? Hát ha ránézek a programfüzetre, akkor igen, mert hogy sajnos kívülről nem tudom, ugyanis annyira vegyes és annyira színes a csapat, akik összejöttek, akik eljöttek. Ugye ami a leglényegesebb, az maga a főzőverseny. Tehát a Tilos Rádiónak minden évben van egy 10 napos fesztiválja. Ez Európában a legnagyobb ingyenes fesztivál. És alapjában véve 10 napon keresztül minden egyes nap valamilyen tematika szerint gyűlnek össze a vendégek, az előadók, kisterem, nagyterem, szabadtéri színpad, folyamatos koncertek, DJ-k, programok, mindig van főzés. És ha az adománypultot megnézitek, akkor ott mindenféle nagyon jó cuccot lehet vásárolni. Na, ez a 10 nap arról szól, hogy a Tilos Rádió működése biztosítva legyen. Tehát ez a lényeg ennek az egésznek, ez a maraton, ez egy 10 napos adománygyűjtő fesztivál, és tényleg ez az a 10 nap, ami összeszedi a rádiónknak azt a bizonyos pénzmennyiséget, ami miatt működni tudunk most már 25 éve. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Tilos Rádiót kimondottan és kizárólag a hallgatók tartják el. A Dik TV csapata pörköltet főzött, és most megkérjük Csilláékat, hogy tálalják föl nektek. Sajnos egy étterem mindig látni, hogy jó-e vagy nem, tehát nem kell belekóstolni, és itt szemre már elkötelezték magunkat, hogy hát ez komolynak tűnik így. Mit szólsz a mai naphoz, Józsi? Mit szólsz ez az egész Tilos Maratonhoz? Hát azt hiszem, hogy tavaly előtt játszottunk a Tilos Maratonon, és akkor is nagyon-nagyon sokan voltak, mint szerintem most is nagyon sokan lesznek, és szerintem ez egy teljesen jó kezdeményezés így a cigányság felé. Így főzőverseny, gyerekkoncertek, ahogy megérkeztünk, épp azt hallgattuk, hogy gyerekek énekeltek a színpadon, és igazság szerint még annyira azt mondanám, hogy nem is cigány nap, vagy nem tudom minek nevezzem, de mert rengeteg magyar ember is megfordul itt, de hát így eléggé nyílt ez így a magyarság felé is ez a program, és szerintem így arra jó, hogy így még közelebb hozza a cigányságot és a magyarságot egymáshoz.